Sziasztok, srácok, én Kisvég is itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban meg fogunk trollkodni valakit, nem tudom, akit igazából találunk az utcán, mert hát sikerült szerezni egy kreatívot, és hogy nyilvánvalóan egy perc ne teljen el anélkül, nem használnám ki. Gyorsan megyünk, és valakit megtrollkodunk. Jó, gyorsan repüljünk át. Oké, pizzázónál nem látok senkit. Hát így most mindenki így gondolom suliba van, vagy nem tudom, mert nagyon üresek az utcák. Hol lehetnek emberek esetleg? Hú, a metróban, mit tudom én, lekapcsolom a fényt, jó, az jó, az jó. Gyorsan menjünk le. Viselkedjünk úgy, mint egy normál kutya. Wuff, nekem nem kell jegy, mert kutya vagyok, sima kutya. Hát, jó. Jó. Mikor jön a metró amúgy? Azt hiszem egy ilyen 5 perc múlva. 5 perc múlva, jó, nem akkor tudom, mindjárt jövök, wuff. Jó. Amúgy egyáltalán nem feltűnő, hogy beszélek, hogyha meg mindegy, ez tetszik. Tökéletes trollalany. Na, akkor először is mondjuk áradás. Meg áradás, illetve hol van az a... Itt van Silverfish, egy kicsi ilyen tetiszerű cucc, meg áradás. Elvezni fogja, maradjunk annyiban. Jó, annyit kérdez. Így ott van. Ja. Jó napot! Jó, megerett a víz. Wuff, megjött már a... Mi történik? Megjött már az izé... ez itt mi ezt, ilyen ezt udonít? Te csináltad? Én egy kutya vagyok. Miért bántanak? Jó, ez nem nagyon tetszik már most. Na, következő. Jaj, szegény. Logikusan TNT jönne, de nem TNT jön. Hanem, igazából én akarok neki adni egy esélyt, hogy gazdag legyen. Szóval, hol a gyémánt blokk? Rakok le gyémánt blokkokat, és azt robbantom fel a szeme láttára. Szóval, én csak úgy oda megyek, azt a közepére teszek egy TNT-t, és futás. Na, jó napot, ja. Látom, hogy nagyon sokat dolgozik, és hát lenne egy nagy adományom így. Sok darab. Álljon hátrébb, mert még van egy előkészítendő dolgom. Így, hogy szép legyen a tetejére egy ilyet. És hoppá! Ne! Ez hogy történt? Hát sajnos ebből nem maradt semmi. Ne, 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 ne. Ajaj, jó, ezt így teljesen tömjük. Jó. Mindig itt van fent valahol. Ott áll. Au! Ez ki? Annyira bírom hangját, annyira vékony, imádom! Srácok! Fura. Semmit nem csináltam. Soha, semmit. Én nem olyan vagyok. Jó, rakjunk be valami ultra gagyi zenét. Mi lehet? Ez tuti gagyi. Csak nyugodtan, csak nyugodtan! Gyere ide! Nyugi! Rakok be egy kis zenét! Nem! Engedj ki! Metroőr vagy, nem? Vagy valami ilyesmi? Igen? Ja. A metrók néha áradni szoktak. Ne! De miért jó ez neked? Ez miért jó? Azt hiszem, hogy erősítés kell kérnem. Erősítés? Ne. Vicceltem, én csak egy kölyök vagyok. És komoly, hogy tönkre ment a telefonom? Hát, igen, sincs még egy olyan. Tönkre ment a telefonja. Hát akkor most várat még ilyen valaki. Jaj. Isten, nem tudom, hogy tudja, hogy kreatívban vagyok. Jézus, itt egy zsoktam. Az nagyon nem jó, mert jelentheti a rendőröknek. Adunk neki egy kis csirkét. Jó napot! Lenne egy ajánlatom. Jézusom, el lett árasztva az egész, hol van? Lenne egy ajánlatom, amivel biztos megbocsájt majd neked, Nyugi. Szóval, az állatkák nagyon aranyosak, és olykor megnyugtatják az emberi agyat.
Úgyhogy 1, 2, 3, 4. Jó, mindegy, ennyi jár. 4 csirke. Oké? Okay? Ezzel pontosabban mit tudok kezdeni? Azon kívül, hogy nagy a fejük és aranyosak. Hát igen, nagy a fejük és nagyon aranyosak. De tudja, hogyha fog egy olyat, hogy magok, amiből én most önnek nem adok, mert nem, szerezze meg magának, akkor még több cipi izé lesz. De megoldhatjuk igazából másképp, és megejtik a húszukat. Ne! Jó. De csak ezt a csirkét, ezt elviszem, jó? Csak egy körre. A sütőbe. Na. Gyere, csirke! Ne! Ne bánj! Ne! A csirkém! Hozz vissza! Csirke! Hogy mondja, hogy a csirke, gyere! Meg hogy megy a kis csirke, imádom! Annyira kis cuki feje van! Jaj, ne! Add ide a csirkém! Tudjátok, most mit kell csinálnunk? Ne! Csirke! Add ide a csirke! Egy darab barátom volt itt a metrónál. Azt is és az a csirke volt? Igen. Akkor mutatom mindig magának valami jobbat. Mindig olyan üres a metróállomás, hogy nincs is senki. Most legalább lett volna egy csirkém, de te megölted. Tudja mit? Kaphat sok kis csirkét. Ennyit majd nem tud etetni, és elszaporodnak az egész metróban. És a metró fogja megölni őket. A metró, amikor átjön, pár perc múlva! Ne, nem akarom, hogy el is jön! Gyere ide! Ne! Te csirkegyilkos! Nem vagyok csirkegyilkos, én kis vagyok. Igen. De, ez az előbb vagyok, egyszer, meg egy csirkét. Hány perc múlva akit jön a metró? Már el is neveztem! Ne tartóztasson le! Hány perc múlva jön a metró? Nem tudom! Szerintem egy 30 másodperc. Gyere vissza! Nagyon gyorsan menjünk innen! Gyorsan! Ne haladjunk már! Nem hiszem el! Na, ha! Jó, úszunk már ki, miért ilyen lassú ez? Jó, megmenekültünk szerintem. Na, jó, a metró mindjárt jön, hát szegény csirkék, este grit csirke a cseten meg a kommentekben, gyorsan futok, amíg nem kap el. Hát ez a videó ennyi is lett volna, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és nyomjátok be a csengőt, és szerencsére nem követ. Jó, beállok valami fal mögé. És hát akkor én kis voltam az Ultratról, a metrótról, meg a mindentról. Szóval, sziasztok!